Na, srácok, örömhír van. Nem tudom, hogy az eddigi felvételekből mi lesz meg, vagy hogy lesz, mert vagány akartam lenni, megint, és a DJI azt feltettem egy úszóra, egy úszóval, és bedobtam a vízbe, hogy legyenek még olyan víz alatti felvételek. És sajnos az aksia, az ilyen két biztonsági szeleppel van, vagy ilyen zárral van oda, és az egyik valahogy nem volt rendesen bekattintva, vagy az eséstől kintebb csúszott, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy sajnos kinyílt, és bejutott a víz a DJI-ba, úgyhogy jelenleg a DJI a kocsiba van, és a szellőztetőre van rárakva, és minden lyuka ki van nyitva. Hát nem tudom, hogy fel fog-e éledni a kamera, amit több szempontból sajnálok, mert ezt a DJI eléggé szeretem, tehát tényleg egy jó kamera, jó felvételeket csinál. Másrészt meg hát ugyebár nem 5000 forintba kerül, és hát na, úgyhogy nem tudom, mikor fog tudni legközelebb megint venni ilyen valami ilyesmi akciókamerát, vagy hát pontosabban ezt, mert ezt eléggé kedvelem, ezt a DJI-t. És hát a legtöbb dolgot ezzel tudtam megoldani, most akár hogyha mentünk mágnes horgászni, vagy ide, most ha eljövünk horgászni, vagy bármi olyasmit csinálok, teljesen mindegyre beszélünk, a nagy kamerával azért ez sokkal nehézkesebb, meg másabb a dolog. Na mindegy, szóval meglátjuk, hogy mi lesz meg az SD kártyán, ha meg lesz valami a kamerát, menthető, nem menthető, de hát szerintem így, hogy belefolyt a víz, már nagyjából mindegy. Köszönöm előre is a kommenteket, tegyem rizsbe. Szevasztok! Na hát szeretném közben kommentálva elmondani nektek azokat a felvételeket elmondva egy picit, vagy azokat a dolgokat, amik előtte már felvételre kerültek, és sajnos eltűntek a felvételek, mint ahogy az előbbiekben elmondtam nektek. Itt most a tábort láthatjátok, ugyanúgy igazából próbáltuk valamennyire fölverni a vásátrat, meg mindent, hogy a helyén vagyok. És hát ez már ugyebár az első reggelink, egy kis szalonnás hagymás rántotta készül kint, és közben elmondom nektek, hogy mi volt az etetés, tehát aki kifejezetten tényleg a horgászat miatt jött is, és azután érdeklődik, mindenféleképpen szeretnénk, hogyha megkapná azokat az információkat, amiket szeretne megkapni esetleg itt ezzel kapcsolatban, mert szeretne. Ez szerintem nem csak a Dunatica csatornára igaz, alapvetően szeretem, alapvetően ez minden csatornán így tud működni, ami nálunk működött, meg hát a legtöbb hasonló vizen. Előtte kb. Egy két héttel kukoricát, meg búzát, meg tigris magyarul főzve, áztatva, savanyítva. Azt hiszem kb. Egy olyan ötvödörnyi etetőanyag, tehát szemes mag lett igazából, annyival készültem erre a horgászatra. Kb. Egy hétre terveztük, hát nem végül is ott már 5 nap lett belőle. És első nap, amikor első délután, kora délután, amikor kérkeztünk, na hát akkor volt az, hogy mindent a helyére pakoltunk, hogy minél otthonosabban érezzessük magunkat, amennyire csak lehet, és hát csináltunk egy első nagyobb etetést, pont azért, hogy hát ugyebár azért már mindenki tudja ezeket a dolgokat, szerintem aki horgászik nagyrészt, de érdemes szerintem ezeket mindig elmondani, hogy egy első nagyobb etetés, amikor még igazából annyira nem is a horgászatról szól a dolog, bedobod a cájgot is, és ott van, hogyha ha a szerencséd van, akkor is már fogsz valamit, de igazából az eleje az arról szól, hogy van egy nagyobb etetés, oda mennek alak, és utána pedig folyamatos etetésnek kell lennie, hogy szeressenek ott lenni. Hát ez ugyanúgy, mint ahogy rád is igaz, hogy ahol mindig kapsz enni, oda szívesen visszamész. Hát ez már nem az első kapásunk volt, nem az első hal. Pontosabban, hát már előtte látod, volt egy keszegünk, de halunk és nagyobb kapásunk volt már ezelőtt is, de sajnos tépet, szakított, harapott, csípet, rúgott, úgyhogy sajnos azok még nem lettek meg. Nagyon sajnálom, igazából ez betudható az én bénaságomnak is, aki már
látott tőlem videókat, az tudja, hogy mennyire egy béna és ügyetlen vagyok. Másrészt pedig itt a csatorna adottságai, hogy látjátok, tehát a nagynádas mellette a növényzet. Itt azért egy nagyobb pont, nagyon hamar talál magának valami menedéket, és hiába van neked rajta fonott, tehát úgy szakította el tényleg, mint nem is tudom, mint valami kis ropit szakította el a damilt, úgyhogy próbáltam jobban fárasztani, de túlságosan se engedhetem, mert hát fogjátok látni a további felvételen, hogy mindig bementek a növényzetbe, úgyhogy kénytelen voltam, amennyire lehet azért kicsit erőteljesebben fárasztani a halat, de azért fogtunk egy-kettőt. Jó lesz. Vagy te ezek is fogjuk meg a terület. Jó. A dobot fedelni nem kell. Le akar. Le akar. Nem mondod. És ilyenkor most nem szakadt, hanem csak nem. A izét elhajlította a orgot? Nem. Nem, csak kiakadt a szájából. Nem volt rendesen be, valószínűleg beakadt. Folytatjuk. Ezeknél a képsoroknál érdemes egyébként megfigyelni a fehér pólós horgásznak a fenék mozgását. Nagyon csábosan fárasztja a halat, és ügyesen kicsi csa-csa-csa zenét halva a fejében próbálja kihúzni a partra. De hát itt is láthatjátok, hogy ahova tudott ment be a hal igazából, úgyhogy hát nem volt egyszerű, meg mint ahogy mondtam, én is bénázok, de azért mégiscsak ezt a közép, mondhatom így, itt a Dunaszúzás csatornán a közép méret, ez a körülbelül ilyen 3 kg körüli halat azért meg lehet fogni, meg tudtam fogni. A többi az úgy gondolom, hogy ha jobban szelektálom a halat és nagyobbakat, akkor hát nekem ehhez erősebb szerkó kell, pontosabban damil, de nem is a bot annyira, de lehet, hogy gerincesebb bot is kell hozzá. A főd, amire egy etetőkosár került fel, utána pedig egy végszer elég, igazából egy 8-as, 10-es méretű horoggal, és igazából arra pedig nem alá rakva, tehát ilyen csali tűvel, vagy pedig alá kötve lett egy kis műkukorica. Többnyire, tehát próbáltam egy kis papapot, popapot, meg szemest is használni, de se csonti, se gilisztára igazából nem jött semmi, sőt, igazából popapra sem különösebben, amit én használtam. Egyedül a mézes műkukorica volt az, amire folyamatosan igazából kapásunk volt. Ilyen szépen ment, pedig nem is olyan nagy. Nem hatalmas, de nagyon szép.
nem nagy, de szép. Kis dinoszauruszok. Olyanok, nem? Olyan, nem tudom, különlegesek. Úgy terveztük meg a nyaralást is, ezt a sátoros nyaralást, hogy tudtuk, hogy miután megyünk édesanyámékhoz a Balatonra, mert ők ott laknak, és úgy is terveztük, hogy akkor ott halászlevet fogunk főzni, meg sütünk egy kis halat, úgyhogy a halakat úgy szelektáltuk, hogy ami olyan volt, ami a szebbeket, a nagyobbakat, igazából azokat el is vittük, meg hát azért mindig van a család, ugyebár úgyhogy van kinek adni, és így összességében igazából 6 pontot, az 5 nap alatt 6 pontot, amit elvittünk, a többi az vissza lett engedve. Egy kis lájtos vacsorát láthattok, egy kis kolbász, kis husika. Csináltunk egy kis vacsorácskát, és azt bepuszíltuk, ahogy azt illik. Úgyhogy másnap már megújult erővel reggel. Amit állíválhatsz még ki? Gavesz már tudta átdobni a cájgokat. Na hát, férfiasan rendet tartunk, tehát azt láthatjátok ti is itt, hogy úgy elvan, megvan mindennek úgy valamennyire a helye, de mégis csak azért az a kis férfias kupi megvan. Az érdekes volt, itt na már pont nem volt egy jó ideje semmi kapásunk, úgyhogy gondoltam, hogy újra dobom őket, és ahogy az egyiket már azért is lógott mögöttem. Mert hogy azt már most épp az etetőkosár fel meg lett csinálva, és előlet készítve a bedobás, az akkor szaladt meg a másik botunk. Hát persze, hogy be akart menni a nádasba, mindegyik be akart menni a nádasba, a növényzetbe, de alapvetően nagyon-nagyon jól éreztük magunkat Gabesszal. Tényleg őnek is ez volt az igazi, azt gondolom az első igazi ilyen horgászós kintléte, amikor nem csak egy pár órát vagyunk kint, nem csak az van, hogy itt már most már Gabesszal is úgy voltam, hogy ő is csinálja a dolgokat, ha úgy van, akkor elmondom még egyszer, de önállóan horgászott, látja, nagyon ügyesen dob, nagyon büszke vagyok egyébként rá, mert sokkal szebben meg jobban dob, mint én dobott ennyi idős korokban. Most föl, húzod. Vannak dolgok természetesen, amikhez amiket még tanulnia kell, de hát kinek nincs, hát nekem is van, nem hogy neki. Szerintem nagyon ügyesen horgászott, és fogott is halat, és nagyon élvezte. A kukoricás etetés. Ajta van, csak ez kurva nagy lesz. Ez szerintem az volt, amikor ott megfordult. Ajaj. Figyelj! Gyere, Gabi, ide figyelj! Mit figyelj? Erről az oldalról vagy onnan? Innen, még így. Erről. Én kicsit hagyom, hogy föl, és húzod. Kb. Ez is ugyanekkora. Aha. Ott ott fog. Az mi volt az a nagy? De tényleg az olyat, és fordult, olyan volt, mintha ugrott volna egy 3 kilós ponty. Mi? Az ott? Igen, és az csak fordulás volt, nem kiugrott. Az nem, hát az 3 kilós. Aztán ez a kicsike volt, ez egy 2 kilós, az egy valami nagyon nagy valami de volt. De ezt mondom, hogy ő fordult, és ez volt az a baj. A második. Nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen hamar be fog jönni
itt az etetés. Én olyan 2-3 napra számítottam, de tényleg tök hamar bejött. Most már igazából most így 2 ilyen kisebb pontyot fogtunk. Volt nagyobb, sokkal nagyobb is, de az szakította, meg leakadt sajnos. De hát még fiatal az este, úgyhogy megvárom, még elmegy a motoros. Na, úgyhogy folytatjuk a pecát. Reméljük, hogy lesznek jó felvételek. Jó reggelt! Tudom. Ide a tökéletes. Jó, oké, szóval. Akkor szedd ki a horgot a szájából. Jó? Gyere, vedd le a növényzetet. Szedd ki a horgot a szájából. Nem baj. Nyugalom. Jó, ügyes vagy, ne nyúlj be a kopoltyúba. Oké. Okay. Szuper. Megvan. Megvan. Szóval oda. Oda úgy kicsit úgy. Csúsztasd be. Csúsztasd be szépen. Tökéletes. Azt kellene, hogy belecsúszok. Ügyes voltál. Hozzam a verítőt? Oké. Milyen Gabi bottyicsa? Na, srácok, itt zárul a... Mennyi ideig voltunk kint? Azt mondja, hogy jöttünk ki? Szombaton jöttünk ki, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, tehát durván egy ilyen 5 napos sátas horgászatunk. Jó. Mit gondolsz? Jó volt. Jó volt? Jól éreztem magam, igen. Én is jól éreztem magam. A szúnyogok azok durván ettek minket. Az, ami nagyon megnehezítette itt az itt létet, azt gondolom. A többi az nagyjából az viselhető volt. Horgászatról mi a
tapasztalatod, véleményed? Nagyon jó volt most. Nagy halak voltak. nagyjából, és igazából szerintem nagyjából bejöttek a számítások. Már beszéltem több videóban erről, tehát mi már 10x éve járunk ide horgászni. Sokszor tényleg láttam is én kommentet, sokszor tényleg olyan a Duna-Tisza csatorna, mint hogyha halott lenne, de ez közel sem így van, mert nem így van. Jó volt így azért, itt mindig nehezebb egy ilyen helyen fogni halat. Nagyjából egyébként hasonló méretűek a halak, nem is mind van már meg, most már csak igazából azok vannak, hogy azokat fogjátok látni, amiket úgy döntöttünk, hogy elviszünk, mert ezután megyünk szülőkhöz, nagyszülőkhöz, és majd fogunk halászlevet főzni, meg minden, úgyhogy igazából ez meg így, úgyhogy nem kellenek ezek a kommentek, hogy ezek egy halacska! Ne is nézd akkor ezt, jó? Tehát itt a halat megfogjuk is, most elviszünk és megesszük, kész. Főleg miközben nézel a KFC-vel a kezedbe ezt a videót. Szóval... de azokat most mindjárt kivesszük, és akkor megmutatjuk nektek, meg hát akkor látni fogjátok, vagy már láttátok, nem is tudom, hogy hogy lesz összevágva a videó, hogy alakult ez a pár nap. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, neked is köszönöm, fiam. Én köszönöm. Jövünk máskor is? Persze. Jövünk máskor is. De azért kimerültünk már, most jó lesz, hogy jó vagy fürdés, meg... Igen. Na, hozzuk a halakat! Gyere! Nagyon csapkozódna.